Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanításomnak a címe Időknek előtte. Én tudom, ez egy kicsit fura cím, furcsán hangzik, főleg a mai nyelvezetünknek, hogy időknek előtte. Ez egy réges, régi kifejezés, Károli féle fordításban van ez, de nagyon-nagyon jól kifejezi mindazt, amit szeretnék ma elmondani nektek. Arról az időről szeretnék beszélni, amikor még tulajdonképpen nem volt semmi, nem volt a föld, nem volt az ég, nem létezett még az ember sem, hanem Isten volt. És ebben az időszakban történt egy különleges dolog. Tulajdonképpen egy olyan szerető Istenünk van, egy olyan atyánk van, akiről nagyon-nagyon keveset tud ez a világ. Ma az emberek nagy része nem ismeri fel, hogy honnét származik. Nincs semmiféle identitás tudata. Megkeveri az embereket az evolúció és egyéb ilyen elképzelések, és nem tudják, hogy honnét származnak igazából. Miközben egy fantasztikus Istenünk van, egy fantasztikus atyánk van. Én ezt az egész sorozatot arra szeretném felépíteni, az lenne az alapja az egésznek, hogy először is ismerjük meg azt, hogy ő sokkal előbb, mint mielőtt mi megszülettünk volna, már ismert bennünket, szeretett bennünket. Egy fantasztikusan szerető atyánk, szerető Istenünk van. Ez az Isten nem csak téged, nem csak engem, hanem ezt az egész világot, a világ mindenséget az ő szeretetéből hozta létre. Olyan óriási szeretete van, hiszen ő maga a szeretet, amit emberileg el sem tudunk képzelni, fel sem tudunk fogni. Sokkal magasabb szinten van ez, mint amit a mi értelmünk megenged, hogy megértsük. És ebből a szeretetből fakadóan gondolta azt, hogy létre fogja hozni maga körül ezt a világot és benne az embert. Pál apostol az Efézusi levélben a következőket írja erről a korai időknek előtte levő időszakról. Az Efézus első részében ír erről. Azt mondja, ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Tehát bennünket, az emberiséget választott ki a világ teremtése előtt. Nem a hívőket, nem a hitetleneket választotta ki, tehát nem így külön-külön, hogy ezeket vagy azokat, hanem az egész emberiséget választotta ki a világ teremtése előtt. Hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket a Jézus Krisztus által. Itt is egy kicsit megállnék, itt arról beszél, hogy az összes általa teremtett, megszült, létrehozott embereket, akik erre a világra jöttek, mindegyiket az ő fiaként kezeli, és az ő fiaként hozza őket erre a világra. A probléma nyilván az, hogy ezt a világ, és nagyon sokáig mi sem ismertük fel. Azzal folytatja, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Itt most az ő fiáról, Jézus Krisztusról szól. Bűneink bocsánata és kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. És még az Efézusi levélben, ugyanitt a 3. rész 11. versében, ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tulajdonképpen ezek nagyon fontos versek. Itt Pál apostol elmondja, hogy tulajdonképpen mielőtt még megszületett volna az emberiség, Isten eleve ő benne, ő saját magából választott ki bennünket, ő belőle születtünk meg mi, az ő részeként vagyunk mi ebben a világban. Ez sokkal többet mond el annál,
mint amit mi magunkról gondolunk. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, emberek, hogy mi csak úgy vagyunk, vagy evolúcióval, vagy akárhogyan idegenek létrehoztak bennünket ezen a Földön, elmúlik ez az életünk, megszűnünk, és vége mindennek. Csak hogy ez az ige arról beszél, hogy örök időknek előtte Isten kiválasztott bennünket, végig gondolta azt, hogy mi kik leszünk, egyesével személyesen ismer bennünket, és személyesen alkotott meg bennünket, és úgy kerültünk ide erre a világra. Nem a véletlennek vagyunk a remek művei, ha szabad ezt mondani, nem csak úgy jöttünk létre ezen a világon, hanem Isten terve alapján. Pál apostol itt az Efézus levél harmadik részében arról beszél, hogy örök végzése volt az, hogy Jézus Krisztusban, mi Urunkban jöjjünk mi létre tulajdonképpen. Ez egy nagyon fontos része ennek az egész epizódnak, hiszen itt egy szó jelenik meg, hogy az örök végzése szerint. Mit jelent az, hogy örök végzése szerint történt mindez? Én azt gondolom, hogy ez arról beszél, hogy nem függött az elhatározás az ember későbbi reakcióitól, hanem Isten egyszerűen elhatározta azt, hogy Krisztusban megszüli, létrehozza az embert, és az embernek a létrejötte, az nem csak úgy jön létre, hanem Jézus Krisztuson keresztül jön létre, erről beszélt ez az ige. Az örök végzés tartalma, azt mondja az ige, hogy egy örök titok volt. A megváltásnak a tervét sem tudta senki, egyedül Isten tudta azt, időknek előtte elkészítette a megváltás tervét, mielőtt még bármi megtörtént volna, ahogy az embert megtervezte, szinte abban a pillanatban létrejött a megváltásnak a terve is, hiszen Isten tudta azt, hogy az ember önmagában el fog bukni, mert az ember nem olyan, mint Isten, bár isteni rész van benne, isteni anyagból származik, de nem mindenható, nem mindentudó, nem mindent ismer, és éppen emiatt az ember képes arra, van rá képessége, hogy el tudjon bukni. És mivel Isten látta, hogy ennek ez lesz az eredménye, abban a pillanatban, ahogy ezt végig gondolta, tudta azt, hogy kell egy megváltó, szüksége van az embernek arra, hogy valahogy őt kihozza ebből a helyzetből. Pál apostol az Efézus harmadik részében, ugyanitt ebben a levélben azt mondja, hogy kijelentésével ismertetett meg engem, tehát a titkoknak a kijelentésével ismertetett meg engem, ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak Isten kijelentette azt a titkot, ami addig valószínűleg titok volt, de Pál felismerte ezt a titkot. És ez a titok az egész Efézusi levélen végigvonul, ami nem más, mint az, hogy mi az Isten fiai vagyunk, az övéi vagyunk, az egész emberiség az Isten fiai. Sokszor lehet hallani, hogy hívők állítják, hogy onnantól vagy Isten fia, hogyha megtérsz és bűnbocsánatot kaptál, de az ige nem beszél erről. Az ige azt mondja, hogy mindnyájan az egész emberiség Istennek a fiai vagyunk, Istentől származunk, ő a mi édesapánk, ő belőle, ő tőle vagyunk mindannyian, csak a probléma az, hogy az emberiség ezt nem látja és nem hiszi el, egyfajta homályban éli az életét ezzel kapcsolatban. Az 1 Péterben Péter apostol azt mondja a 19.-20. versében, hogy drága véren, hibátlan szepőtelen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugye rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az időknek végén ti érettetek. Itt is egy nagyon fontos ige van, egy fontos bejelentés, hogy az Atya, ahogy mondtam is, öröktől fogva tudta, előre látta, hogy a bűn be fog jönni ebbe a világba. Teljesen tisztában volt vele, hogy az ördög nem fogja kihagyni azt, hogy az embert
megkísértse. A bukás, az örök bukás, ami sátánnal kapcsolatban volt, az úgy tűnik, hogy az ember megteremtése előtt már megtörtént, és erről a Káris Rádióban elég sokat beszélek, ha érdekel benneteket, hallgassátok meg. És éppen ezért időknek előtte az ő fiát, Jézus Krisztus rendelte, mint megváltót. Aki eleve, ugye itt azt mondja, aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt. Tehát mielőtt a világ meg lett volna, Jézus Krisztus már megváltóként volt elrendelve. A megváltás az örökké valóságban, tehát el volt készítve, az Atya volt az, aki ezt az egészet elkészítette, és ennek a végrehajtását vállalta el Jézus Krisztus. A megváltásnak nem csak a ténye, hanem a módja és a célja is meg volt előre terve.